mielőtt elkezdenék gondolkodni majd három vasárnapon keresztül a keresztény lét alapjairól, a hitről, a reményről és a szeretetről, ezt a beszédet, a predikációt magának a predikációnak szentelem. Hiszen én már, ha jól számolom, 25 éve, negyed százada, hogy itt állhatok minden advent és minden nagybőti vasárnapon, és valami egy negyed százada megváltozott bennem is, és bennetek is. Magának a predikációnak, mint hittel mondott emberi beszédnek is meg kell térnie. Hogyan lehetséges ez? Hiszen a szent beszéd Jézus Krisztusról szól. Igen ám, de át is kell adnia magát a beszédnek, Krisztusnak, hogy Krisztus belépjen a beszéd által a mi lelkünkbe. Igen, a predikáció elsősorban esemény, kicsi pünkösd. Magában a predikációban, az elhangzott szavakban, a szöveg szövetében Krisztus meg akar jelenni. Persze akkor kezdünk valamit megérteni, ha velünk is ez történik. Így került kezembe Dietrich Bonhoeffernek pár sora, és azt azért értettem meg, és azért világosultak meg ezek a szavak, mert éppen ez történt velünk. Ő azt írja, a predikáció sohasem ragadhatja meg saját lényegét. Igen, a predikációra fel kell készülni. Néha ez kereszt, máskor föltámadás és pünköst, de azért legtöbbször a teremtés ürességével kezdődik, amire azt mondja a Biblia, hogy tohu va vohu, egy sötét tömeg az ember, nincs egy gondolata, de az egyház lelke, Krisztus lelke ott lebeg a semmi fölött. Ami papok, nem szenvedjük végig ezt. A teremtésnek bennünk megújuló és a hívekben megújuló csodáját, akkor nem tudjuk, mi az ige hirdetés. Ebből alig tapasztal meg valamit az az ige hirdető, és sajnos hát előfordul, hogy csak úgy fölvizezi az evangéliumot. Ma, amikor olyan mérgezett a légkör, és egy vallási lötyögés lesz az egész, vagy leckét ad a híveknek, vagy más gondolatait úgy használja, hogy nem építi be a sajátjáiba, hiszen úgy vagyunk összerakva másokból. Sose felejtem el Szúnyog Szavér Bencés atyát, aki már nagyon idős volt, alig tudtuk testileg, lelkileg tartani, hogy megtartsa a lelki gyakorlatot. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal Bencés voltam, és megjelent az első könyvem, és mindenki ünnepelt, a főapát köszöntött, utána odacsoszogott hozzám egy örök Bencés, és azt mondja, Szúnyog úr, ha majd öreg lesz, és annyi eredeti gondolata lesz, hogy a nagy körmére lá tudja írni, akkor legyen boldog. És hát megmutatta a körmét, akkorát még soha nem láttam, és azt mondja, látjátok, nincs semmi rajta. De amikor valaki egyszerűen leckét mond föl, bizonyára prédikáltam én is így, a kezdőknél talán nem főbűn, de kell, hogy figyelmeztesse valaki vagy valami rá, kell, hogy kiürüljön. Most jövök rá életem vége felé, hogy a szemináriumban azt nem tanítottuk, amit kellett volna, hogy vigyázz, az új misésnek ki kell ürülnie. Azzal a lendülettel nem lehet bírni. Nem magát kell adnia. És akkor elkezd imádkozni. Igen. Itt 25 év alatt lassan, csöndesen átalakult valami. És most, akár sümegen is, vasárnapról vasárnapra élek. Az igei hallgatókkal, akik ugyanúgy vasárnapról vasárnapra érnek, de már szombaton már kiürülünk, hogy tudtok vasárnap nélkül élni? Erre 40 ember meghalt, 40 keresztény az első századokban Afrikában.
kihallgatták őket, miért jöttetek össze, miért, mikor tiltva van, mert nem tudunk vasárnap nélkül élni. Ez az a kell. És ezért bűn, ha egy keresztény tudatosan elhagyja vasárnapi miséjét. Nem áldozhat, míg meg nem gyónja, és ezzel nem szakít. Nem tudunk nélküle élni. Ez nem az a kell, hogy elő van írva, hanem enni kell, meg inni kell, meg levegőt kell venni. És nem azt mondja az Úr, vegyétek és egyétek, igyatok ebből mindnyájan, és levegőt kell venni a Szentlélekből. És úgy vagyunk, mint az ősi próféta, hogy mikor ráleltem igényre, csak úgy nyeltem őket. Hogyan állt be ez a fordulat? Hogy nekem is, és a hallgatóknak is étel lett az ige. Egyfajta áldozás. A katolikumban van valami pontosan másfelé való tolódás, mint protestáns testvéreinknél. Ott az ige csodálatosan készülnek a lelkészeik. Ezt dicséretükre legyen mondva. Öröm hallgatni. De ott maga az eukarisztia is szinte beszéd lesz. Azt mondja Luther, hogy arra való a mise, hogy kioktassuk a mieinket Krisztusról. Nem arra való. Arra egy külön beszéd való, meg a hitoktatás. Nálunk a katolikus egyházban viszont azt veszem észre, hogy az eukarisztia tolódik rá az igehirdetésre, és az igehirdetésnek szentségi jellege lesz, átváltoztatja az emberi szavakat Krisztus, hogy lakást vegyen nálunk. Már az is egy előáldozás. Igen. És hát, amikor ezt az ember tapasztalja, amit nem tapasztalunk meg egy kicsit, vagy nincs rokonság a lelkünkben azzal a dologgal, nem értjük meg. Hosszú időn át úgy gondoltam, írja Dietrich Bonhoeffer, hogy az igehirdetés középpontjába valami olyasmit kell állítani, ami, ha jól eltalálod, mindenkit motivál vagy döntés elé állít. Nos, megváltozott a véleményem. Először is, egy predikáció soha nem ragadhatja meg lényegi magvát, épp fordítva, a központ Krisztus, aki megragadja a prédikációt, és ekkor Krisztus testet ölt. Tehát a predikáció soha nem ragadhatja meg saját magát. Persze ez nem azt jelenti, hogy az igehirdető ne törekedjék valami lényeges üzenet közvetítésére, sőt, kötelessége. Vagyis annak, aki vasárnapról vasárnapra hirdeti az igét, el kell mondania talán egy mondatba is, hogy mit akart mondani. Mi az a középpont, amiért szól ez az emberi beszédnek a lényege? És Isten a természetre épít, az emberi beszédre, az isteni átváltoztatást. Igen. Igen ám, csak misztériumot hirdetünk. A misztérium, ez a görög szó azt jelenti, hogy Isten és az ember érintkezik. Tehát amikor én azt mondom, hogy Jézus Krisztus, akkor azt mondtam, hogy valóságos Isten és valóságos ember. És a beszédbe csak a partokat lehet biztosan hirdetni. De az nagyon kell, azt tudni kell. Dogmák nélkül egy kereszténység nem hit, hanem csupán érzelem. Azon igazság nélkül, hogy Krisztus az örök Isten, aki az Atyával és a Szentlélekkel egylényegű. A világ teremtése előtt volt dicsőségben már részem Atyám, mondja az utolsó vacsorán. És a Mária méhében a második isteni személy valóságos ember lett. És akkor meg kell hirdetni, hogy valóságos ember. De vigyázni kell, például az emberséghez nem tartozik a bűn. Az elembertelen itt. Tehát bűntelen. De az hozzátartozik, mióta a történelmi embert ismerjük, hogy mégiscsak közünk van a bűnhöz, ezért ő magára vette. És testvérek, amikor beszélünk az Úr Jézusról, és kijelöljük a misztériumnak ezeket a biztos partjait, most nézz bele fog szédülni. Nem lehet kimondani. Azt mondja keresztes Szent János, hogy a lelket az Isten leviszi a borospincébe,
és a megtestesülés titkával lerészegíti. Belekapaszkodva ebbe, hogy kicsoda Krisztus, most nézd azt, mintha Mária méhében a kis magzatot lehet, most már lehet látni a kis magzatot. És kicsoda az, aki ott rugdalózik? Ki az, akinek már van keze meg lába? Érted? Igen. Nyilván fontos, hogy az előbb említettem, törekedni egyfajta logikai, értelmes központra, lényegre, éppen a misztérium pontos, partjainak pontos kijelölésére. És ott nincs eretnekség, és ott senki másnak nincs igaza. Mert nem árulhatjuk el az Isten üzenetét. A beszédnek legyen lényege, de maga a hittel mondott és hittel hallgatott beszéd önmaga lényegét soha nem képes megragadni, mert az túl van magán a szövegen. Ott kilukad a szöveg, ahol misztérium van. Lehet a lényeg például a beszéd közepén. Akkor az olyan, mint a színeváltozás hegye, hogy lassan fölmegyünk a hegyre, és hát ott színében elváltozik előttünk Krisztus. Testvérek, a predikációban nagyobb színeváltozás van ám, mint amit Péter, Jakab és János látott, mert akkor még nem tudták azt, hogy ki ragyog. Az a három zsidó ember csak megdöbbent, hogy mi az, hogy Mózes és Illés úgy beszél vele, mintha uruk lenne. Ezért nem volt szabad beszélni a föltámadásig erről, mert akkor értették meg, hogy názáreti Jézus Isten. Te pedig ezt tudod. Tehát, hogy az igehirdető kicsomagolja a te hitedet, akkor te nagyobb fényt látsz, mint a Táborhegyén. És hát innét le kell menni a hétköznapokba. Lehet a lényeg a beszéd elején. Ez olyan, mint mikor a lélek megragad valakit, és hirtelen felviszi egy magas hegyre, onnét aztán mindent belátunk, nem kell felkapaszkodni, de onnét is le kell jönni, és akkor helyesen látjuk a világ arányait. Lehet a lényeg a beszéd végén, akkor robban be a világosság. Ebben az esetben ezekért az utolsó mondatokért mondatot minden. Ez nagy szellemi képességet, aszketikus kitartást igényel, de nagy felszabadulás élménye is olyan, mint amikor Eperjes Károly vitt engem, mert annyira szeretett volna elmenni, és hát én is vele, Flüi Szent Miklóshoz. És az ő remetességében mentünk Svájcon át, és ott rengeteg alagút van. És olyan nyomasztó volt az az alagút, a természetes fényt nem láttuk. És a végén berobbant a fény. Egyre világosabb lett, de hogy hirtelen berobbant a fény. Igen, meg kell jelenni a világosságnak. Krisztus misztériumára, a szentbeszédbe. Miért szégyeli ma a papság az, hogy kitartotta a szentbeszédet? Te tartod, paptestvérem, vagy én tartsam? Nem azt mondjuk. Vagy homília, hát persze ez műfajt is jelent, vagy prédikáció, vagy konferencia beszéd, de én félek, hogy ennek a szentnek az elmismásolása mögött más van. A szent azt jelenti, hogy Isten. A szent beszéd az Istenről szóló beszéd. Hittem, azért szólottam, mondja Szent Pál apostol. Én is hiszek, azért beszélek. Ti hisztek, azért hallgatjátok. És így folytatja az apostol, mivel a hitnek ugyanaz a szelleme él bennünk, mint akiről írva van, hittem, azért szólottam, mi is hiszünk, azért beszélünk. Ti azért jöttetek ide engem hallgatni, mert hisztek. Én azért jöttem ide beszélni, mert hiszek. Ti nem én bennem hisztek, hanem Jézus Krisztusban. Én nem magamban hiszek, hanem Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És most figyeljetek, hogy folytatja az apostol. Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézus föltámasztotta, Jézussal minket is föltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Ugyanaz a Szentlélek működik a hitünkben,
mint aki föltámasztotta Krisztust. A Szentléleknek, ami üdvösségünkre végzett isteni tette, hogy ő általa ajánlotta magát Krisztus az Atyának engesztelő áldozatul a bűneinkért. De hogy te ezt elhiszed, az is a Szentlélek műve benned. És nem kisebb mű, mert a Szentlélek nem hajlandó alacsonyabb szinten dolgozni, ő mindig teremt. Veni Creator Spiritus, teremtő lélek, jaj közén. Nem alakító lélek, teremtő lélek. És ő támasztotta fel a názareti Jézus testét a dicsőségre, és ha te hiszel az ő föltámadásában, akkor azt jelenti, hogy benned is elkezdte a föltámadást. Ezért mondja Szent Jánosnál az Úr, az ő evangéliumában, eljön az óra, sőt már itt is van, hogy a halottak meghallják Isten fia szavát, és életek elnek. Eljön az óra, és már itt is van ez az ige hirdetés perce. Az kezdődik el bennünk, aminek a következménye a dicsőséges föltámadás. Ugyanaz van az Eukarisztiával. Ne azon csodálkozzatok, én azon nem csodálkozom, hogy a Szentlélek a föltámadt Krisztust a kenyér és a bor színe alá hozza. Hiszen az utolsó vacsora termébe se kopogott. Nem kellett neki ajtót nyitni. Az anyag nyitva áll előtte. Az ő teste már nem ez a földi anyag. Az Eukarisztiában nem csak, ne az csodál csak az Eukarisztiát, hanem az, hogy hogy hihetek én benne. Mert benned támasztja a teremtő lélek ezt a hitet az Eukarisztiába. Igen. Igen, testvéreim. A hittel hallott örömhír részt üt az ige hirdető beszédén, és Krisztus megragadja az ige hirdetőt is, és az ige hallgatót is. A predikáció kiukad, rés ütődik benne. Legtöbbször ott, ahol az alázatos és felkészült predikáció lényege van, a két part között kimondhatatlan misztériumnál, de lehet máshogy is, mert a lélek ott fú, ahol akar. Mint Greccióban, az első Szent Ferenc által ilyen széppé tett karácsonyon, amilyen most van. Ferenc diákonus volt, nem, és ő prédikált. Nem merte kiejteni Jézus nevét, mert elsírta volna magát. A Jézus nevének hittel való kiejtése is ilyen rés lehet. És ebben a predikációban mondta azt, az volt a témája, Isten alázatos, latinul Deus humilis est, humus. A teológia történetében és 2000 év ige hirdetésében először kapcsolták össze Istent és a humuszt, a földet, hiszen anyagba öltözött, testélőn. Itt jut eszembe az Úr egyik példabeszéde, amely így szól, a mennyek országa hasonlít a szántóföldbe rejtett kincshez, egy ember megtalálja a kincset, de titokban tartja, aztán örömébe fogja magát, eladja mindenét, amilyen csak van, és megveszi azt a földet. Testvérek, ez a példabeszéd is, lehet úgy prédikálni ezt a példabeszédet, és úgy olvasni, hogy kilukad a példabeszéd, és velünk történik. Mert minden példabeszéd az Isten országáról szól. Mi az Isten országa? Pünkösd után derül ki, Jézus maga ebbe az országba bele lehet születni. Tehát ez egy vitális, ez egy élő kapcsolat az Atya Istennel, Jézus által a Szentlélekbe. Rá leszek kapcsolva a Szent Háromságos isteni életre. Ez az Isten országa és azoknak a közössége, akik Isten életében, Krisztus Isten fiúságában részesültek. Na most testvérek, minden vallás és minden filozófia az igazságot keresi, mint a kereskedő az igazán értékes gyöngyöt, és keresve talál. Minden nagy vallás és becsületes filozófia
a kinyilatkoztatás előtt és mellett, mert még esetleg nem hallottak róla, sok értéket talál. Mégis, miért a keresztény vallás az egyetlen igaz vallás és az egyetlen igaz hit? Logikailag be lehet látni, mert itt a kereső, amikor talál, rádöbben, hogy nem valamit talált, hanem valakit, Jézust. És még egy, rájön, hogy nem ő kereste, hanem ez a valaki kereste meg. Érted? És most téged is megtalált. Engeded magadat megtalálni? Ilyen nincs. Hát a világenergiák ostobák, nem tudják, hogy vannak, azok valamik. Egy valaki keres valamit. Találhat. De a keresztény valakit talált meg. És kiderül, hogy nem ő kereste, ez csak leképződése a lelkébe annak, hogy Isten keres. Azzal kezdődik a Biblia, hogy a bujkáló Ádám után megy és keresi. Ádám, hol vagy? Minden vallás fordítottja. Vagy a tékozló fiú példabeszéde. Azért tulajdonképpen ezek a példabeszédeknek van egy olyan rétege is, amely hát mindennapi esemény. A tékozló fiú apja, az nem maga az Atya Isten, az egy közönséges zsidó papa. És még lehetnek hibái is. Hát az a nagyobbik fiú, hát az ott szorong mellette. Hát tényleg sohasem adott neki még egy gödöjét se, hogy mulasson. És hát ez a kisebbik, ez föllázad, elmegy, mindenét eltilkozolja, hazamegy. És betanult szöveget mond, hogy a találkozás, a szemekbe való nézés nehogy megzavarja a beszédét. Atyám, nem vagyok méltó, hogy fiaddál fogad, csak a szolgáit közé védj föl. És igaza van, mert egy széttör kapcsolatot nem lehet újra összeragasztani. De egy magasabb világba föl lehet emelni, az irgalom világába. És ez az édesapja átteleli, és nem szól semmit, de a rendelkezéseiből tudjuk, hogy nem a fiát fogadta, hanem a barátjává emelte. Adjatok rá új ruhát, húzzatok gyűrűt az ujjára. Meg is botránkozik az otthon maradt fiú, mert mint valami többje lesz az édesapának ez a fiú. Milyen megdöbbentő. Na most, hogyha ez megtörténik egy családba, akkor ott belép az Isten, az apa által az Atya Isten belép abba a családba. Tehát kilukadt a példabeszéd. Szentségi jellege van. Igen. Az imádkozó, Istennel élő kapcsolatba levő igehirdető és igehallgató, keresvén az evangélium üzenet középpontját, lényegét, egyszer csak valaki előtt áll. Aki így szól, mint ahogy egyszer szólt, aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Nem tanítást fog tőlem kapni csupán, hanem felszakítom a szívét, és isteni forrás fakad benne. Így esemény lesz az igehirdetés, nem pedig csupán megtanulható és tovább adható lecke. A pap élete arra megy rá. Abba érdemes belehalni, beleöregedni, tökéletesen tönkremelni és eltemettetni, hogy ennek az életnek átadta magát. Esemény. A szövegben részt vág, megragadja a szöveget maga Krisztus, mert ezt a szöveget, ezt a beszédet belemerítjük az Isten és a mi kapcsolatunkba. Igen. És hát akkor értjük, hogy hosszú időn át úgy gondoltam, hogy az igehirdetés központjába valami olyasmit kell állítani, ami, ha jól eltalálod, mindenkit motivál, döntés elé állít. Persze ez így is marad. Nos, megváltozott a véleményem először is. Egy predikáció soha nem ragadhatja meg lényegi magvát. Épp fordítva,
A középpont Krisztus, aki megragadja a prédikációt, ekkor Krisztus testet ölt. Vagyis valamiféle karácsony történik. Igen. Ezért lehetséges, hogy Viennai Szent János nagyon készült a beszédekre. A lusta kispap nagyon mérges volt az én bencés tanárom, az Alfonz atya, dr. Nádasi Alfonz, mikor tanított szemináriumban, hogy a lusta kispapok hivatkozni mernek Viennai Szent Jánosra, aki egész éjszaka olvasta a latin szentatyákat, ki tudja ma megérteni, hogy reggel tudjon a parasztoknak mielőtt munkába menni katekézist tartani. De azért nem volt a Notre-Dame szónoka, de az ő szövegét megérintette a Szentlélek. És a korabeli nagy Notre-Dame szónok, talán Bossuet, nem tudom most, vagy Fénelon, bevallotta. Ezt mondta, nézzétek, én úgy beszélek, hogy itt a Notre-Dame-ban a zsebtolva nyugodtan kilophatja a pénzt a zsebetekből, mert nem is érzitek. De Viennai János úgy beszél, hogy a tolvaj visszaadja a pénzt. Hogy az életünkbe részt vesz az örök ige. Amen.